Jack a kalóz. Lovagias ügy. Történt valami érdekes mostanában a városban, kapitány? Érdekes? Nem, csak erőszakos és riasztó. Ez meg mi a csuda? Úgy látom, egy fémből készült illető száguld egy nagy fehér kutyán. Ez egy lovag, Brüdi! És az a lény, amit vártott, nem kutya, hanem paripa! Szentedek! Ön lenne eme víziárbű kapitánya? Tessék? E fenséges hajó parancsnokához van szerencsét? Ha úgy érti, én vezetem ezt a lélekvesztőt, a válaszom igen! Az én nevem Pancelott, szabadúszó lovaként működöm. Szándékomban áll kibérelni eme hajót egy fontos mentőakció végrehajtására. Nos, attól tartok, bal szerencsés napot fogott ki fénybe öltözött barátom. Eltekintve attól, hogy a lovagok készpénz dolgában csehül állnak, nem hajtok végre mentőakciókat, és különben is szabad napom van. Könyörgöm! Ön az utolsó reményem. Sajnálom. De eme tisztes tüzet elrabolta egy fekete lovag, és akarata ellenére fogva tartja egy távoli szigeten. Egy csöppet sem izgat. Jó napot! De ő az én... az életem nagy szerelme, a lelkemet beragyogó napsugár. Egy jó tanács, legközelebb jobban vigyázzon rá, és ne engedje, hogy bármely arra kószáló fekete lovag elorozza. Gonosz átok bocsátatott szegény fejemre, és csak pirkadatkor múlik el a hatása eme szent napon. Mondja, hol tanult meg így beszélni? Nézzen, nem érek rá, újságot olvasok. Volna szíves távozni? Ó, hogy juttassam el magam eme távoli szigetre? Ó, nekem micsoda szörnyűség! Vajon soha többé nem hallom szerelmem élettel teli, mégis magas taskadagását? Soha többé nem érezhetem ölelésem melegét? Az a végzetem, hogy örökké sötétségben éljek nélküle? Mindörökké egy magam! Örökké! Rendkívül nehéz az újságra koncentrálni, miközben az a fülemben nyűszít. Volna szíves másolnia fogni? Az én drága, csodálatos, gyönyörű, vagyonos arámnak vége! Elnézést, azt mondta vagyonos? Ó, hogyne, meglehetősen gazdag. Egy jókorú vagyon egyedüli várományosa. Megegyezhetnénk netán valami jutalomban? Jutalom? Úgy érti, mindezt pénzért csinálná? Nem a lélek eredendő jósága hajtana? Na, hogy pénzért csinálom, te tök filkó! Ki kell fizetnem a hajót, nem de? Ez esetben a jutalom megillet. Mekkora sumáról lenne szó? Nem is tudom, talán egy fénylő aranyról. Mit szólnál 10 000 fénylő aranypénzhez? Az megfelelne. Nagy összeget említél. Meg lehet, de nekem van hajom, neked meg nincs, igaz? Most, hogy útra keltünk, sokat segítne, ha megtudhatnám a célként kitűzött sziget nevét. A sziget neve Boldogság sziget. Elég hűtlenül hangzik. Ki rabolt el az ön kedvesét? Egy Percy nevű fekete lovag. Percy? Percy a fekete lovag? Úgy van. Igen, egy hamis és hűtelen gazvickó. Világra szóló fajankó. Ilyen névvel, mint Percy, mire lehet számítani? Ez a Boldogság sziget? Inkább a hóbortosok szigete? Útra kelek és megmentem szívem hölgyét. Nem bánja, ha én itt megvárom? Nem akar részt venni a harcban? Harcról eddig árva szó sem esett. A harc felárral jár. Ha harcolni is kell, újabb 10 000-ért megszámítom. Rendben van. Szükségem lesz minden elérhető emberre. Akkor előre! Helyes! Merre van ennek a fekete lovagnak a kastély a Sir Pancelot? Ama tűzhányó legtetején. Odaföl laki? Micsoda? Bizonyára tűzálló. Nincs vesztegetni való időnk. Megyek már, megyek. A bűzmocsár közelében járunk. Micsoda? Óvatosan kell eljárnunk. Nézze, köztudomású, hogy a lábon fürgén kell átkelni, ellenkező esetben... Kapitány! Gyorsan nem habozhatunk. A lápi giliszták felhallják. A micsoda? Jaj,
Gyerünk, te ruski a lápigivista! Nyom ki a kapitány, de jobban! Gyerünk az egészet! Ennél rémesebb dolog még sose történt velem. A vízmocsáron csak óvatosan lehet átkelni. Jó, kösz a figyelmeztetést. Még valami, amiről tudnom kéne? Jöjj tovább, előre! Megállj! Íme a gonosz Percy kastélya. Nem tűnik túl barátságosnak. Ha Percy bántotta az én bájos... Hercegnő! Na végre, Sir Pancelot! Tudtam, hogy végre egyszer eljössz. Most egyszer mindenkora pajtás végezhetek veled. Ha a hercegnőnek akár egyetlen hajaszála is meggörbült, esküszöm. Mit csinálsz? Kifényesíted a páncélod? Csatlakozz hozzám a horsolások arénájában, és megkapod, ami jár neked. Nagy örömmel! Kibicsaklott a bokám. Rajta a talpra, két balkezes! A gonosz Percy közelít felé! Majd te, mint helyettesen vívod meg a párbajt helyettem! Mi? Szó se lehet róla! Hagyjába nyúl! Rajta véd magad! Én nem kapok páncélt! Megyek a lesz, kapitány! Gyakorlatilag pont az orromig látok. Az lesz a legjobb, ha a helyes irányba állítom magam, meg kezdje hadonászni! Jó van, Percy! Készülj fel életedleg szörnyű fényre! Egy cukorral kéri, vagy kettővel. És most keresztül lőlek minden! Valamit, ami nem fog a nyíl. Rajongok a buborékért. Akkor végzek veled! Na jó, nekem nagyjából egy elég volt. Most már tényleg kiadtam a gőzt. Percy, így nem jutunk semmire. Intézzük el tiszta sportemberek módjára. Mégpedig. Én személy szerint egy búvárversenyre gondoltam. Hát nem is tudom. Dehogy nem, nagyszerű lesz. De nincs rajtam fürdőruha. Tessék, ezt vedd fel. Mehet? Hát, ha jól értem, egyszerre fogunk leugrani, ugye? Természetesen. Kész vagy? Bizonyára nehéz víz lehetett. Nagyszerű uram! Sok férfit megszégyenítő bátorsággal küzdött. Önnek köszönhetően. Hogy van a bokája? Ó, semmi vész. Túl fogom élni. Sajnálattal hallom, kerítjük elő hercegnőjét, én pedig beseperném a jutalmat. Igen, már alig várja, hogy halljon felőlem. Hercegnőm! Bújj elő! Ő lesz az. Hercegnő, olyan jó kislány vagy, ez az kicsiké. Ez a hercegnő. De még mennyire? Ők pedig azok a kedves emberek, akik segítettek megmenteni. Ne jelzd meg magad, hercegnő, számításaim szerint 30 000 aranyjal tartozol. Hercegnő, ne, nem szabad! Ne bánj szegény kalóz urat! Sose jött ki valami fényesen az állatokkal. Városi kórház. Nos, kapitány megkapta a jutalmát. Igen, de alaposan rá is szolgáltam. 15 veszettség elleni oltást kellett elviselnem zsinórban. Nincs okom panaszra. Bizony, így a best a látványt, kapitány. Íme 30 000 aranypeták. Csinos látvány. Arra gondoltam, 6-ot neked adok belőle. 6 zsákot? Komolyan? Dehogy, 6 aranyat elég nevetséges. Mi a csodában mesterkedtek? Az az én pénzem! Számla. 30 000 aranypeták! Nagy kár, kapitány. Minden esetre maradt 6 aranyunk. De az az enyém! Ne kérdezz magad! Kis hiány gazdag lettem. Na, közelébe sem jártál, de kezdetnek nem rossz. Hogy érzi magát ma reggel a mi veszett Jackünk? Veszett Jack kapitány vagyok, és nyomorultul. Nos, talán ez segít. Egy vadonatúj áttál. Ó, köszönöm. Ó, nagyon szívesen. 6 arany lesz, öcsi. A szerencse ismét a kék antilopbőrcipőmmel rókázott, Bödi. Nézz a jó oldalát, uram. Mondj valami biztatót, vagy fejbe vágnak az áttállal.
Az egészség a legfontosabb. Magyar hangok. Rékasi Károly, Fekete Zoltán, Lakló Taladár, Megyeri János. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök Bauer Zoltán, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkront a Fox Kids megbízásából a Masterfilm Digital készítette.